Az első kérdésem, hogy a vádiratot érti-e, hogy mi van abban leírva? Érti. Beismeri-e a bűnösségét a vádtárgyává tett bűncselekményben? Nem. Vallomást kíván-e tenni az ügyben? Ezt mondta az a nő, aki bántalmazta, földhöz vágta a vád szerint 14 év alatti gyermekét tavaly októberben. A kisfiú apját is a vádlottak padjára ültette az ügyészség, mert szerintük nem tett semmit, hogy a kisfiú bántalmazását megakadályozza. Őt is kéz- és lábbilincsben vezetőszáron hozták a pécsi törvényszékre hétfőn. Beismeri-e a bűnösségét a vádtárgyává tett bűncselekményben, lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról? Nem. Vallomást kíván-e az ügyben tenni? Nem. Foglaljon helyet. Egyikőjük sem ismerte be bűnösségét az úgynevezett előkészítő ülésen. Ennek lényege, hogy az ügyészség javaslatot tesz a büntetési tételre. Ebben az ügyben beismerés esetén az elsőrendű vádlott anya 13 év, a másodrendű vádlott élettárs és apa 10 év fegyházbüntetést kapott volna közös gyermekük megüléséért. Ezt a lehetőséget szalasztották el. A férfi védője szerint nem működött közre véden a kisfiú halálával járó eseményekben. Az elsőrendű vádlott 20 óra körüli időpontban hazaérkezik, majd a házban elmegy a sértett kiságyához. A sértettet bántalmazza, majd ezt követően az elsőrendű vádlott kiemeli a sértettet a kiságyból, és földhöz vágja a sértettet úgy, hogy a sértett a fejét beveri a padlóba. Ez utóbbi cselekmény, tehát így a sértettnek a földhöz vágása volt az a cselekmény, amely a sértett halálához vezető jogfolyamatot megindította. Az elsőrendű vádlott által megvalósított cselekmény közben Bédencem a másik három gyermekkel a ház másik szobájában volt. A nő előző kapcsolatából származott a három gyermek, akiket közösen neveltek. Az ügyvéd szerint a férfi nem is láthatta a bántalmazást, így azt sem tudhatta, milyen súlyos sérülés érhette. A nő azt mondta, a kiságyból esett ki, és egy kicsit megütötte a fejét, ezért nem hívott mentőt. Végül egy velük élő ismerős tette ezt meg másnap, de a kisfiút már nem lehetett megmenteni. Mivel az előkészítő ülés nem volt sikeres, elindul az ügy tárgyalása. Mivel 14 év alatti gyermek a sértett, ezért minősített emberölésről van szó, amiért akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak.